nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Országos tervpályázat az Aquaparkról, 80 millióból írja ki a pécsi önkormányzat. Vezetés és stratégia a VUCA világában, humán erőforrás konferenciát tartottak Pécsen. Szemléletformálás és látványos programok, kerékpáros és gyereknapot tartottak Szederkényben. Több mint 10 pincészet, közel 60 minta, borkóstolót rendeztek a Siklósi várban. Terveket vár az Aquaparkra a pécsi önkormányzat. Ez a döntés született a város közgyűlésében kedden. A baloldali városvezetés ezekkel a dokumentumokkal képzeli el a beruházás folytatását. Az élményfürdő és a hozzátartozó hotel a mai árakon mintegy 70-80 milliárdba kerülne. Ezért a Fidesz frakció vezetője szerint először tárgyalni kellene a kormányzattal, hogy mennyit adna egy vizes létesítmény építésére. Hogy áll a pécsi Aquapark előkészítése? Erről tartott képes beszámolót a város sportberuházásokért felelős polgármesteri biztosa a közgyűlés keddi rendkívüli ülésén. A baloldali városvezetés tervpályázatot akar kiírni a vizes létesítményre, ezért hívták össze a képviselőket. Jelenleg azt a fázist indítja el a város, hogy egy országos nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja a legjobb pályaművel együtt a tervezőt, és ugye ezt követően tudjuk meghatározni azokat a keretfeltételeket, amivel gyakorlatilag reményeim szerint év vége felé meg lehet kezdeni azokat a tárgyalásokat a kormánnyal, ami a kiviteli és engedélyes tervek és a későbbi kivitelezése kapcsolatos költségekről és azoknak a végleges tartalmára dönt. Ezek a költségek 2020-as árakon is 50 milliárdot jelentenek. Ez mai áron akár 70-80 milliárd is lehet. Ezt az összeget kellene a kormányzatnak biztosítania a Modern Városok Program szerződése alapján, mondja az alpolgármester. Csak 500 milliós előkészítési döntés van, nincs egyéb forrásra döntés. Tehát amikor aláírták 2016. december 29-én, akkor azt mondta a kormány feltételül, hogy mondja meg a város, hogy mit akar, az mennyibe kerül, és ezt követően hoz döntést. Ezen az úton megyünk tovább. Tehát az 500 millió kívül semmilyen egyéb forrásra soha döntés nem született hivatalosan. Az előkészítési keretből készítette el az előző városvezetés a hatástanulmányokat 150 millióért, de ezt nem használta fel a baloldal 2019 után. Új vizsgálatokat készítettek a tüskésrétre. Végül az 500 millióból maradt még 80 millió. Ebből írnak ki a tervpályázatot. Ami arról szólna, hogy 80 millióból majd látványterveket készítünk erre a senki által nem támogatott giga projektre. A mi álláspontunk az egyértelmű, Aquapark igen, de felelőtlen pénzszórás viszont nem. Márpedig ez, amiről ma döntöttünk, ez egy felelőtlen pénzszórás. Ezt mondta a tervpályázatról a jobboldali frakcióvezető. Ugyanis nagy kérdés, hogy az 50 milliárdról induló elképzelést finanszírozza-e valaki. Ezért módosító javaslatot nyújtott be Csizmadia Péter. Ne csak levelezzenek meg, ne csak kardozzanak a kormánnyal a polgármester úrék, hanem kezdjenek el tárgyalásokat, és az év végéig folytassák le arról, hogy egyébként ebből a projektjavaslatból milyen részeket és mennyi összeg erejéig tudna támogatni a magyar kormány saját forrásból, vagy az Európai Unión keresztül. Ha ezt ismerjük, ha tudjuk, hogy meddig ér a takarunk, ha tisztán látunk a pályán, akkor kezdjünk el bármit megterveztetni. Ezt végül nem fogadta el a baloldali többség, így kiírják a tervpályázatot. Az elképzelés szerint egy 200 szobás szálloda, egy 50 méteres versenymedence és egy aquapark épülne Tüskésréten, ami egész évben üzemelne. A vízellátást a Bőrgyári útról, Nagykozárból, illetve Bolyból biztosítanák. Megvédtük a rezsicsökkentést, sikerült visszaverni az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, amely betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfő éjjel Brüsszelben, az Európai Uniós csúcs találkozó első napját követően. Van elég bajunk enélkül is, egekben vannak az energiaárak, magas az infláció, és a szankciók miatt egész Európa egy világgazdasági válság szélén táncol. Ilyen körülmények között kibírhatatlan lett volna számunkra, ha drágább olajjal kell működtetnünk a magyar
gazdaságot. Ez felért volna egy atombombával, de ezt sikerült elkerülni, hangoztatta a kormányfő. Olyan megállapodást hoztunk tető alá, amely kimondja, hogy azok az országok, amelyek az olajat csövön keresztül kapják, továbbra is a régi feltételekkel folytathatják gazdálkodásukat. A családok ma este nyugodtan aludhatnak, a leghajmeresztőbb ötletet sikerült kivédeni, tette hozzá Orbán Viktor. Változékony, bizonytalan, bonyolult, többértelmű. Ezeknek a kifejezéseknek az angol megfelelőiből áll össze a VUCA betűszó, amely a mai helyzetet írja le, amiben a vállalkozásoknak, cégeknek működniük kell. Ezért került ez az állapot a 7. humán erő konferencia középpontjába, amit kedden tartottak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Egy angol kifejezésekből összeállított betűszó, a VUCA köré szervezték az idei humán erőforrás konferenciát a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Vezetés és stratégia a VUCA világában. Ez volt az alcíme a keddi eseménynek. Kiszámíthatatlan, gyorsan változó környezetet jelenti, és a konferencián azt szeretnénk körbejárni, hogy ehhez a fajta környezethez, az ebből ért hatásokhoz, ehhez a felgyorsult létezéshez milyen eszközökkel és módszerekkel lehet közeledni, hogyan lehet ezekre reagálni, szervezeti és egyéni szinten is. A gazdasági társaságok elsődlegesen a profitszerzésre törekednek, hiszen a haszonszerzésért jöttek létre. Azonban a mai változó körülmények a hagyományos szemléletet is átírták, mondja a szakértő. Régen úgy volt, hogy én termelek, eladok, X mennyiséget fogok értékesíteni, abból megkapom az árbevételt, és egyébként meg nyilván majd az emberek csinálják a dolgukat, a gépek csinálják a dolgukat, és így volt a működés. Most viszont kicsit megfordult. Tehát, hogy odafigyelek az emberekre, odafigyelek a folyamataimra, a szervezetem működjön tényleg jól, legyenek olyan céljaim, vízióm, ami mentén tudok működni, és ha ez mind megvan, akkor meg lesz a pénz is. Az egynapos konferenciára azokat a HR szakembereket és cégvezetőket várták a szervezők, akik maguk is érzékelik szervezeti működésükben a VUCA hatást. Ezért fontosnak tartják, hogy tudatos válaszaik és megoldásaik legyenek ezekre a hatásokra. Több mint 250 gyermek és felnőtt szórakozhatott május utolsó vasárnapján Szederkényben. Kerékpáros szemléletformáló programot tartottak a településen a gyereknappal egybekötve. A kicsiknek ribizli bohóc adott műsort, de látványos bemutatókat is láthattak, míg a felnőttek egy pályázat keretében megépült bicikli úton indultak túrára, szintén a projekt keretében vásárolt kerékpárokkal. Gyermek és felnőtt biciklik sorakoztak a Szederkényi Művelődési Ház udvarán. A Baranyai településen ugyanis kerékpáros szemléletformáló napot tartottak május utolsó hétvégéjén. Az eseményen Mamül Balázs polgármester bejelentette, hogy bármíg munkaterület, kellő óvatossággal használható az az új bringaút, amelyen túrát szerveztek erre a napra. Ezekkel az új kétkerekű járművekkel tehették meg a távot a jelentkezők. Ez is a projektnek a része, egy eszközbeszerzés. Volt szerencsénk kerékpárokat, gyermek és felnőtt kerékpárokat vásárolni, és ezeket civil szervezeténk tudják majd használni, illetve a futóbicikliket, azokat fel fogjuk ajánlani az óvodának. A kerékpáros rendezvényt idén összekötötték a gyereknappal, így a kicsik sem maradtak szórakoztató programok nélkül. Ribizli bohóc műsorával indultak az események, de számos érdekességgel is készültek a szervezők. A kerékpáros ügyességi verseny, kresztesztek, rendőrautó, tűzoltó, minden, ami a gyerekeknek reméljük, hogy nagyon vonzó, csillámtetoválás, és a legbekötve, és a felnőttek közben elmennek egy kerékpártúrára Hásságyra, és mire visszaérnek, akkor egy brass banddel fogunk zárni a délutáni műsort. A borongós időjárás nem tántorította el a kerékpározás szerelmeseit, így gond nélkül megtartották a biciklis túrát. A hűvösebb idő és a szemerkélő eső ellenére több mint 250 felnőtt és gyermek vett részt a programokon. Közel 200-an vettek részt a Borvár elnevezésű rendezvényen. A Siklósi várban megtartott eseményen helyi pincészetek borait kóstolhatták meg az érdeklődők. Villányi és siklósi szakemberek mintegy 60 mintával készültek a vendégeknek. Vörös, fehér és rozé borok különböző fajtákból. Helyi borászok termékei sorakoznak az asztalokon a Siklósi várban. Több mint 10 villányi és siklósi pincészet közel 60 nedűjét kóstolhatták meg az érdeklődők a Borvár elnevezésű rendezvényen. Az utóbbi években főként a járvány miatt elmaradt a program, de most újra megszervezték.
Ez egyébként egy olyan rendezvény, ami arról szól, hogy a szezon elején, a szezon indításakor Siklósi Várnak a teraszán egy nagyon kellemes kis esti borozgatásban borkóstolót prezentálnak gyakorlatilag a helyi borászaink, gazdáink, és mindig van két-három olyan csúcsborász vagy vezető borász, aki egyébként ezt az estét prezentálja. Tehát ez alapvetően nem az önkormányzat, nem a város rendezvénye, de természetesen együttműködünk a borászainkkal, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen minőségi rendezvényeket tartanak. A borongós esős idő miatt ugyan nem a vár teraszán, hanem a benti termekben várták a vendégeket, azonban így is sikeres rendezvényt bonyolítottak le a borászok. Mintegy 150-200 résztvevő érkezett a kóstolásra. A jövőben a vár menedzsmentje is elhivatott abban, hogy a gasztró és bor vonalán több ilyen és ehhez hasonló eseményt tartsanak ezen a helyszínen. Magyarországnak az űrtevékenységben betöltött szerepéről tartottak pódiumbeszélgetést Pécsen a Matthias Corvinus Kollégium képzési központjában. A vendég dr. Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, és dr. Nagynyárádi László a PTE docense, a Pécsi Planetárium előadója voltak. A programon a Magyarország és a Világűr című könyvet is bemutatták. A kommunikáció, a navigáció, a meteorológia, a földmegfigyelés elképzelhetetlen űrtevékenység nélkül. Egy forradalmi pont felé közeledik az űrtevékenység, mondta dr. Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos az MCC Pécsi Képzési Központban tartott pódiumbeszélgetésen. Annyira kiterjedt már az emberi civilizációnak a világűr felé az expanziója, hogy a következő kontinensként emlegetjük a Holdat. Azt látjuk, hogy az emberi tevékenységhez szükséges nyersanyagforrások nagy részét is valószínűleg a közeli égitestekről és a naprendszer egyéb égitestjeiről kell majd elérnünk. Ugyancsak a Holdat is ipari célokra próbálja hasznosítani több nagyhatalom is, és biztonságpolitikai kérdéseket is érint ez a tevékenység ma már. Magyarországnak szerepe van a globális űrkutatási projektben. Mindezt egy 10 milliós ország is képes befolyásolni, segíteni. Hazánknak már 75 éves múltja van a nemzetközi űrkutatásban. Fontos, hogy letegye névjegyét ezen a téren is. A világűrhöz pont olyan közel vagyunk, mint más országok, hiszen éppen Kármán Tódor határozta meg, hogy 110 km magasságban a fejünk fölött már a világűr van. Tehát akár ha csak 10 millióan is vagyunk, ugye a magyar szürke állomány az már régóta ott van a csillagászatban és űrkutatásban, és most, hogy lehetőség van már 2015 óta az ESA teljes jogú tagjaként, tehát az Európai űrügynökség tagjaként részt venni a munkában, így sorra kerül az is, hogy ő űrhajós menjen ismét a világűrbe. Így ez kicsit élénkebbé tette ezt a témát Magyarországon, és persze a kutatások továbbra is folynak. Magyarország és a világűr című könyvet is bemutatták. 71 szerző két éves munkája, frissülő QR-kódos díjtartalommal. Kiváló segédanyag is a tanároknak a természettudományos tantárgyak oktatása során. Általa hasznos ismereteket kaphatnak a diákok. Továbbra is csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden a honlapján. Azt írták, a 21. héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos átlagban továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Számottevő csökkenés mérhető a főváros és több megyeszékhely között Pécsen is. A többi mintavételi hely esetében stagnáló tendencia figyelhető meg, emelkedés sehol sem tapasztalható, tették hozzá. Közölték azt is, a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja minden településen a mérsékelt kategóriába sorolható. Május 31-e a dohányzásmentes világnap. Ennek kapcsán kívánja a figyelmet felhívni a dohánytermékek környezetükre gyakorolt hatására, valamint a termesztés és feldolgozás során felszabaduló káros anyagokra az Egészségügyi Világszervezet. Bár a fogyasztók egyre környezettudatosabbak, a hulladék és annak kezelése még nem megoldott. 1987 óta tartják világszerte egészségügyel foglalkozó szervezetek a dohányzásmentes napot. A fő cél, hogy a dohánytermékek egészségkárosító hatására felhívják a figyelmet. Ez idén sincs másként, azonban a kommunikáció kiegészült egy globálisabb szemlélettel. De Blázió Antónió, az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének elnöke elmondta, hogy idén az Egészségügyi Világszervezet és a világ közegészségügyi élharcosai ünnepléskor arra hívják fel a figyelmet, hogy a dohányzás miféle módon veszélyezteti a környezetet, melyben élünk. A termesztéstől mondhatom azt, hogy a dohány teljes ciklus, életciklusán keresztül követik a károkat, amit okoz a dohánytermékek termesztése, gyártása, szállítása, majd a fogyasztása és a fogyasztásból eredő melléktermékek, vagyis a csikkeknek a sorsa. A 2022-es globális kampány egyik célja tehát, hogy felfedje a dohányipari erőfeszítéseket, vagy éppen azok hiányosságait. Az egyesület elnöke elmondta, hogy a fogyasztók egyre környezettudatosabbá válnak, és fenntarthatóbb termékeket választanak.
A dohányipari vállalatok számos környezetbarát gyakorlatot alkalmaznak, emellett pozitív irányba fordult a dohányfogyasztással kapcsolatos statisztika is. Valamennyire azért javult a dohányzó férfiak aránya, hiszen 27%-nál járunk, és nőknél 22%. De ha nem is tudunk gyors eredményt elérni, abban igen, hogy ne a talajba szívódjon be mondjuk egy esőtől ezeknek a csikeknek a mérge, hanem rendszeresen takarítsák, legyen ott egy tároló edény, amiben el lehet dobni. Megrázó adat, hogy évente 4,5 milliárd cigarettacsikket nem ártalmatlanítanak megfelelően szerte a világon. Ez több mint 725 ezer tonna mérgező hulladékot jelent. Ez csökkenthető tehát, ha a csikk a kihelyezett tároló edénybe kerül valóban. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság vizsgálati osztálya 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt nyomoz egy 28 éves nő ellen. A tájékoztatás szerint a komlói nő május 30-án délután lakása fürdőkádjában vízbe folytotta a 2 hónapos gyermekét. A kisfiúra az épp látogatóba érkező nagyszülők találtak rá, akik azonnal hívták a központi segélyhívószámot. Azonban a kiérkező mentők a csecsemő életét már nem tudták megmenteni. A rendőrök az anyát a helyszínen elfogták, majd előállították a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a nőt, amely során részletes beismerő vallomást tett. Őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. A bűncselekmény körülményeit a Baranya megyei rendőrfőkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. A világháborúkban és a szovjet munkatáborokban elesett hősökről emlékeztek meg vasárnap Tolna megye több településén. A Magyar Hősök Emléknapját először 1917-ben, majd 2001-ben iktatták törvénybe. Azt, hogy a Magyar Hősök Emléknapja május utolsó vasárnapján legyen, még 1917-ben, az első világháború idején iktatták törvénybe. A szovjet megszállás ideje alatt az ünnepet tiltották, majd 2001-ben fogadott el a parlament ismét törvényt róla. Szekszárdon idén Gyurkovics János, a Megyeújú város alpolgármestere mondott beszédet, aki azt emelte ki, hogy a háborúkban elhunyt hősök mártírsága tette azt lehetővé, hogy ma szabadon emlékezhessünk rájuk. Egyetlen közösség fonta őket egybe, a magyar földért hulladták vérüket. A magyar haza megvédése volt egyetlen céljuk, az, hogy az itt élők szabadságban, függetlenségben élhessenek. Kismányokon a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében emlékeztek meg azokról az áldozatokról, akik a településen éltek és vesztették életüket a világháborúkban vagy az orosz fogság idején. A szónok Szili Katalin miniszterelnöki megbízott volt. Azért is tartom sajátságosnak, hogy május utolsó vasárnapja, amit 1924-ben meghatároztak, az egybe gyereknap is. Úgyhogy ilyenkor találkozik a múlt és a jövő. És ez a nap, ez gyakorlatilag arról is szól, hogy mi, akik a ma felnőttekként, hogy tudjuk egyrészt ezt a tiszteletet és ezt a megemlékezést és ennek a rítusát átadni következő generációknak. A kismányoki emlékműben 64 név található. Ők azok, akik soha nem tértek vissza szeretteikhez, miközben a legdrágábbat adták a hazájukért, az életüket. Ez a példa, amelyet meg kell tanítani, mondta Szili Katalin a következő generáció számára. 2 év után ismét megünnepelhette a városnapját Tolna. Az ünnepi testületi ülésen Appelshofer Ágnes polgármester többek között méltatta az elmúlt 2 évben elvégzett munkát. Az ünnepség alkalmával 9-en vehettek át a képviselőtestület által adományozott díjakat a közösségért végzett munkájuk elismeréséül. 2 esztendő telt el azóta, hogy Tolna város ünnepi közgyűlés keretében átadhatta a városi díjakat azoknak, akik sokat tettek a közösségért. A Appelshofer Ágnes polgármester ünnepi beszédében annak adott hangot, bár nehéz időszakon van túl a város, mégis az elmúlt éveket a siker időszakaként értékelheti majd az utókor. 2019. májusa óta befejeződött a Tolnát farddal és domborival összekötő kerékpárút megépítése, átadásra került a Dunaparton az Altaripa szabadidőpark, megszépültek az iskolák, óvodák, épültek játszóterek Tolnán és Özsön, felújítottunk 2 civilházat, megnyílt a játszóház a városban. Közben a főközlekedési útjai megújultak a városnak, és a kisebb utcák közül is sok kapott új útburkolatot. Ebben az esztendőben 8-an vehették át elismerésüket, kiki saját munkája eredményeként, vagy egy civil szervezet képviseletében.
A Tolna városáért kitüntető címet ebben az esztendőben Rózsa László vállalkozó diakónus kapta, aki jelentős összegekkel támogatta a Tolnai Kálvária újjáépítését, és hozzájárult az ukrán háború menekültjeinek ellátásához is. A programsorozat délután a Hősök terén folytatódott. A boros hűvös időjárás ellenére is sokan vettek részt a rendezvényen. Először a helyi egyesületek léptek színpadra, köztük volt a Tolnai Mass Dance és a Fúsz János Zeneiskola énekkara is. Elsősorban a zeneiskolai hangversenyeken, növendék hangversenyeken, tanévzáron szoktunk szerepelni, de minden városi rendezvényen öröm magunkat megmutatni, és azt hiszem, hogy üde színfoltja a gyermekkórus bármilyen rendezvénynek. Rengeteg árus jött el hozzánk, szintén a rossz időtől függetlenül. Enni, inni bátran lehet, és hogyha akarjuk, akkor jól is érezhetjük magunkat itt újra Tolnán, a Városháza előtti téren, hiszen két évig a körülmények visszatartottak bennünket. A szervezők a kicsikre és a nagyokra is gondoltak egyaránt, hiszen arcfestéssel és különböző gyerekjátékokkal készültek. Az este folyamán pedig a hagyományoknak megfelelően sztár fellépő zárta az idei Tolnaváros napját. A Kaposváriak egyik legkedvesebb kirándulóhelye és Bringa körútja hivatalosan is az év kerékpárútja címet viseli. Az internetes szavazáson ugyanis ezért emelte ki a legtöbb szavazatot, és hétfőn táblát is avattak ennek tiszteletére. A mintegy 15 km hosszú kerékpárút erdőkön és hidakon is átvezet. Mostantól tábla is hirdeti. 2022-ben a Desedottó körüli Bringa út lett az év kerékpárútja. A 15 km hosszú szakaszt naponta több tucatnyi helybeli tekeri le. Nekem napi játszóterem, edzőtermem, meditációs terem, templomom, mindent. Itt lakunk a közelben, és engem valóban ez meggyógyított, karbatart. Nyugdíjasként én naponta lejövök, és vagy körbebiciklizem, vagy körbegyaloglom, vagy is. De rendszeresen használják a kaposvári sportiskolások is. A Kaposvári a kedvenc kirándulóhelye a tó, népszerűsége is közrejátszhatott abban, hogy mintegy 2000 szavazattal ez a Bringa körút nyerte el idén a címet. A pályázatra 59 jelentkező volt, a 11 döntősre pedig több mint 7000 közönség szavazat érkezett az interneten. A magyar kormánynak célkitűzése, hogy Magyarország 2030-ra a legélhetőbb országok közé tartozzon, mondta tábla avatáson a miniszterelnökség államtitkára, aki szerint az ilyen beruházások segítik a mozgásra ösztönzést a fiatalok körében is. A mobiltelefonokkal versenyképes élményt kell nyújtani a gyerekeknek. És lepukkant, büdös, szúrós, pokróci turistaházakkal ez nem fog menni, ócska kerékpárutakkal sem. Tehát olyan dolgokat kell építeni, olyan elemeket kell létrehozni, amit, hogyha az iskolába elmesélik, hogy a szüleik elvittek minket kerékpározni a Desedató körül, vagy itt a Zselicben egy fantasztikus turistaházban, akkor ezt úgy tudják elmesélni, hogy az osztálytársaik irigykedjenek. A kormány célja erősíti a kaposvári elképzeléseket, vagyis támogatást jelent az egészséges Kaposvár program megvalósításában. A Somogyi megyeszékhely ezért épített 22 szabadtéri grundot, és lát neki még 32 km hosszú kerékpárút építésének. A mozgás örömét mindenkinek átadjuk, a mozgás lehetőségét helybe vigyük, és 2030-ra Kaposvár polgárai az ország legegészségesebb polgárai legyenek. Legyenek ők óvodások, vagy legyenek ők idősebb korúak. Kaposváron pedig idén tényleg minden a biciklizésről szólt, hiszen május elején a Somogyi megyeszékhelyről rajtolt el a Giro d'Italia kerékpárverseny harmadik szakasza. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Országos tervpályázat az Aquaparkról, 80 millióból írja ki a pécsi önkormányzat. Vezetés és stratégia a VUCA világában, humán erőforrás konferenciát tartottak Pécsen. Szemléletformálás és látványos programok, kerékpáros és gyereknapot tartottak Szederkényben. Több mint 10 pincészet, közel 60 minta, borkóstolót rendeztek a Siklósi várban.
Szerdára virradó éjszaka és hajnalban a középső tájakon és a Dunától keletre fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Napközben már napos, túlnyomóan száraz idő várható, de keleten, északkeleten még helyenként kialakulhat zápor. Gyenge, mérsékelt lesz a nyugatias szél, délután 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!